amikor a prímás is így ropja, na arra már kinyílik az ember szeme és tapsra indulnak a kezei, legyen az a világ bármely színpada és közönsége. Ez esetben a szórakoztatáson túl még egy fontos célja volt a Sarjú Banda és a Fricska Tánc Együttes koprodukciójának, a népi hangszerek megismertetése a későbbi kipróbáláshoz, ami végtére is a felcseperedő gyermekek személyiségének egyik fontos formálója lehet. Mi mindannyian felnőttek, tanárok, szülők azt szeretnénk, hogy ti kiteljesedjetek, megtaláljátok önmagatokat, és nagyon boldogok legyetek. És az egyik ilyen út az ehhez az emberi boldogsághoz, hogyha zenélünk, ha énekelünk, ha táncolunk. Jászberényben a Jászság Népi Együttes és a Csángó Fesztivál otthonában ez akár nem is kellene, hogy különlegesség legyen. De azért elég menő, amikor az egyik legfeltörekvőbb hazai ifjú muzsikus csapat a Sarjú Banda és a külföldi színpadokon is méltán elismert Fricska együtt próbálja ezt átadni. Egy szimpla szerda délelőtt. Az az igazság, hogy van egy példa már évtizedek óta Jászberényben, a Jászság Népi Együttes, akikre nagyon büszke vagyok, el kell mondanom. A tanári karra, akik tanítják a gyerekeket, és a szülőkre, akik engedik a gyerekeket ebbe a közösségbe. Ez nem csak tánc, nem csak zene, hanem egy szemléletmód kialakítása is. Úgyhogy valamikor Kalóz Zoli bátyám mondta, hogy addig leszünk magyarok, a magyarok, amíg magyarul táncolunk és zenélünk. Az imént is említett nemzetközi hírnévnek örvendő Fricska Tánc Együttes olyan modern néptáncot mutatott, mely hangszeres kíséret nélkül mindössze a ritmikával teszik kerekké virtuóz koreográfiáikat. Mindehhez jól illeszthető a népi hangszereket megszólaltató Sarjú Banda hitvallása, az eredeti magyar népzene elsajátítása, megőrzése és továbbéltetése. Ezek a srácok is örömmel és tisztelettel tanulták a mesterektől, hagyományőrzőktől tudásokat, amit most nekik dolguk éltetni a színpadon, táncázakban egyaránt. Én azt szeretném, hogyha ezekbe a gyerekekbe is megfogantna az, hogy jó magyarnak lenni, és miközben jó magyarnak lenni, jó kapcsolatokat építeni a velünk együtt élő nemzetekkel is. Ki érezte jól magát itt, ma? Gratulálok, kapcsoljuk meg magunkat! Te kipróbálnád-e bármelyik hangszert, hiszen jelentkeztél, amikor feltette ezt Pap Imre bácsi? Én a hegedűt próbálnám ki, mert úgy gondolom, hogy a hegedűben tényleg ki lehet adni, hogy mit érzel. Furujára járok, és szerintem azért jó, mert hogy egyszerű már így, hogy versenyt is második helyezést érek el, és hogy egyre feljebb haladok, és ez így nagyon jó érzés, mert hogy büszkeséget szerezhetek a zeneiskolának, és nagyon jó érzés. Hogy tetszik egyáltalán a népzene? Mert azért itt elég sokat lehet népzenét hallani a Csángó Fesztivál kapcsán. Ennek egy érdekes dolga van, mert hát szeretem a szép népi tájakat, meg az ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, de az ilyen paraszti munkát, meg az ilyen népi zenéket szeretem. Tök jó, és miért? Azt tudod? Vagy csak egyszerűen tetszik? Csak egyszerűen tetszik. Szerintem örököltem az őseimtől. Ebből is látszik, hogy egy ilyen érdekes délelőtti koncertélmény is elegendő lehet, hogy nyomot hagyjon a gyermekekben, akik lehet, hogy pont ezáltal kapnak kedvet a generációk óta átörökített népi kultúra műveléséhez.